Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket! Ebben a videóban a Nyilas csillagjegyűeknek nézzük meg a január 25-től február 1-ig tartó hétre a tarot kártya iránymutatásait. Megnézzük az általános energiákat, a párkapcsolatot, illetve a munkát, a család, otthon területét. Mielőtt elkezdenénk, szeretném megköszönni, hogy nagyon sokan követitek a munkámat. Köszönöm szépen a sok feliratkozást, és szeretném is kérni, hogyha tetszenek a videók, akkor iratkozzatok föl a csatornára. Itt a videó alatti feliratkozás gombbal lehet ezt megtenni. Azért is nagyon hálás vagyok, hogy nagyon sokan választotok engem egyéni iránymutatásokhoz. Ezek általánosak, ezek a videókban bemutatott kirakások, ezek nem vonatkozhatnak mindenkire. Kell, hogy lefordítsd az üzenetet a saját speciális élethelyzetedre. Mindenkinek mást és mást jelenthet egy-egy ilyen kirakás. Ha egyéni iránymutatást szeretnétek kérni, akkor azt itt a videó alatti e-mail címen, illetve a Facebook oldalon Messengeren keresztül tehetitek meg. A Facebook oldalon ott a szolgáltatások menüben tájékozódni lehet arról, hogy milyen árak vannak, milyen elemzések vannak, illetve arról is, hogy milyen kedvezmények vannak az adott időszakban. Most január végéig lehet kérni kedvezményesen egy kérdésre videó üzenetet, amit elküldök nektek a kártya válaszaival. Akkor nézzük meg, hogy mit mond a kártya a nyilas csillagjegyűeknek? Ez az általános energia párkapcsolatban, ahogy te érzed, a párod érzései. Aztán a munka területe. És ez pedig a családotthon, illetve az egyéb emberi kapcsolatok. Az első kártya az a hold lapja jött ki ez az általános energiáját mutatja a hétnek. A hold azt jelenti, hogy lehetnek bizonytalanságok, lehetnek olyan kérdések benned, amire nem igazán tudod a választ, és hát olyan helyzetek is, amik kifejezetten félelmetesek lehetnek a számodra. Amikor valami újat tapasztalunk meg, akkor az mindig okozhat bizonytalanságot, és hát abból eredően lehet félelem. És abból pedig lehet egyfajta megtorpanás is. De ennek a kártyának az a legfőbb üzenete: ha félsz is valamitől, egy helyzettől, vagy egy ismeretlen úton kell menned, akkor is haladj tovább. Néz szembe azokkal a félelmekkel, amik okozzák benned ezt a bizonytalanságot. És hát azután, mikor egy félelmet így a felszínre hozunk, akkor általában fel is szokott oldódni. Érdemes a tudatalatti tartalmakra ránézni. Ez éppen azért nehezített, mert hát ahogy a neve is mutatja, hogy tudat alatt vannak ezek az információk, de hát vannak olyan technikák, amivel ezt meg lehet nézni, hogy mik azok, mik azok a, a gondolati, hitrendszeri minták, amik a tudatalattiban vannak, és hogyha azok akadályozóak, vagy éppen azok okozzák a félelmet, akkor azokat fel lehet oldani. A hold lapja az figyelmeztetés is, hogy ne csapd be magad, és azt se hagyd, hogy mások becsapjanak. Tehát lehet olyan a környezetedben olyan ember, akiben lehet, hogy nem is tudsz megbízni igazán, vagy pedig érdemes óvatosnak lenni, mert lehet, hogy nem azt az arcát mutatja, lehet, hogy te nem azt látod, amit, ami ő valójában. A tudatalatti üzenetei nagyon jól tudnak működni akkor, amikor a hold jelez egy időszakot. Tehát ezen a héten érdemes telje érdemes teljesen tudatosan átállítani az elmédet arra, hogy a, észre tud venni a megérzéseidet, észre tud venni azokat, a, azokat az első gondolatokat, amik az intuíciónak a tanácsait közvetítik feléd, mert azok most nagyon sokat segíthetnek neked. Az első gondolatot, hogyha figyelembe vesszük, lehet, hogy utána azért sok minden más is jön, utána már... Már próbálod magad lebeszélni a dologról, már átgondolod, már kikövetkeztetsz elméleteket, gyártasz, és utána pedig már úgy elfelejtődik az az első gondolat, ami igazából a, a belső énből származik, igazából az intuíció tanácsát közvetíti feléd. Most ezen a héten ez legyen előtérbe, hogy figyeld ha valami történés van, hogy azzal kapcsolatban mit érzel, vagy egyes emberekkel kapcsolatban mit érzel. Ha nehezített helyzetet élsz meg, a feladata, hogy menj tovább. Akkor is, hogyha nem látsz tisztán. Amikor holdfénynél megyünk az utcán, akkor az sokkal félelmetesebb tud lenni, mint hogyha nappali fényben megyünk ugyanazon az úton, mert hát akkor ugye minden tiszta és világos, és most itt ez a feladat, hogy még ha nem is vagy teljesen bizonyos dolgokban, akkor is haladj előre. A második kártya a te érzéseidet mutatja, a, ha van párkapcsolatod, a harmadik pedig a párodnak az érzéseit. Ebből a két kártyából az látszik, hogy elképzelhető, hogy lehetnek itt némi problémák ezen a héten a párkapcsolatban. Részedről ez úgy nyilvánul meg, hogy egyedül érzed magad nálad a remete kártyája jelzi az érzelmeket. Hát a remete az azért remete, mert ő önként vállalt magányban él. De hát az soha nem olyan jó dolog, amikor a magányérzését egy párkapcsolatban átéljük. Bár építőbb jellegű magány lehet ez, amikor csak saját magadra tudsz odafigyelni, tehát vagy arra van igényed, hogy egyedül legyél, hogy olyan programot csinálj, amit, ami a te épülésedre szolgál, hiszen a remete kártyája az a spirituális utat is jelképezi, ahol igazán önmagunk lehetünk. Tehát ilyen érzéseid lehetnek a párkapcsolattal összefüggésben, és ez azért még nem jelenti azt, hogy, hogy te most el akarsz teljes mértékben távolodni a. A párodtól. Egyszerűen megélheted ezt, hogy szükséged van arra, hogy egyedül legyél, hogy a gondolataiddal, az érzéseiddel tudj foglalkozni. A másik része pedig úgy is megélheted ezt, hogyha ha azt érzed, hogy nem figyel rád a párod akkor konkrétan egy ilyen negatív érzelem lehet ez, amikor szükséged lenne arra, hogy melletted legyen, hogy jobban odafigyeljen rád. A holdkártyájával együtt lehet, hogy ez inkább a negatívabb részt, lehet, hogy ebből inkább a negatívabb részt fogod megélni. A remetének mindenképp feladata az, hogy, hogy rendszerezd magadban, hogy mit érzel, mit gondolsz, itt most a párkapcsolattal összefüggésben, hogy merre szeretnél menni, és hát, hogy igazából nagyon lényeges kérdés ez, hogy igazából önmagad tudsz -e lenni ebben a kapcsolatban, vagy, vagy mást kell mutatnod a párodnak azért, hogy megfelelj neki, azért, hogy elfogadjon, azért, hogy törődjön veled. Ezekkel a félelmekkel is érdemes szembenézni, meg alapvetően egy kapcsolattal összefüggésben van-e benned bármilyen bizonytalanság vagy félelem. A párod érzései a botok tízes lapja, Hát itt azt mutatja ez a helyzet, hogyha ugye meglévő párkapcsolatra nézzük, hogy ő sem viseli jól ezt a helyzetet. Van, akinél érezheti azt, ugye, hogy a másik az egyedül akar lenni, hogy kizárja egy kicsit az életéből, érezheti azt, hogy nem teljesen nyílik meg felé. Van, akinél pedig azt jelentheti, hogy, hogy nem akar már olyan intim közelséget, mint eddig, hogyha két kártyát így együtt nézzük. Mindenképpen nehezen éli meg ezt az időszakot a párod is, Nehéznek érezheti, felelősségteljesnek érezheti ezt a, az időszakot, amikor sok háró rá. Itt lehet kommunikációnak a hiánya is ebben a kapcsolatban. Az egyik felet leterhelik a, a nagyon sok feladat, a hétköznapi dolgok, a munka, és lehet, hogy te pontosan ezért érzed magad ennyire egyedül lehet, hogy ezért vagy bizonytalan a másikban. Ő pedig pontosan azért viseli nehezen, mert ugye a sok feladat mellett még azt is érzi, hogy te valahogyan elfordulsz tőle, mert nem azt várod, amit ő tud adni. És hát itt akkor a feladat az lenne, hogy, hogy ezt kettőtök között letisztázni hogy mit szeretnél te, és mit tud adni ő és ezt a kettő között egy egyensúlyt létrehozni. Ha valaki egyedülálló, és nincs még párja, a remete kártyája neki azt mondja, hogy igazából legyél őszinte magadhoz, főleg a hold kártyájával együtt, és nézd meg azt, hogy akarsz -e egyáltalán párkapcsolatot. Ez az első kérdés vagy az önálló utadat szereted járni, és ez teljesen jól van így is, hogyha ha te ezt így gondolod. Előszokott fordulni, hogy csak azért akar valaki párkapcsolatot, hogy már mindenkinek van a környezetében, vagy pedig a, a szülők, a család akarja, hogy legyen párkapcsolat. De igazából nem a saját akarata ez hát ezt is nézd meg. Aztán azt is, hogy a mostani életed, amire berendezkedtél, hogy egyedül vagy, hogy nincs párod, hogy, hogy mennyire élvezed azt a helyzetet. Mert az is elő szokott fordulni, hogy igen, szeretnénk párt, de, de amit föl kell adni érte, az, az, az nem olyan egyértelmű, hogy azt szívesen megtesszük. Tehát mindent gondolj végig, hogy mik azok az értékek, amik neked értéket jelentenek egy párkapcsolatban, hogy hogyan tudnád te elképzelni azt a párkapcsolatot, és hogy egyáltalán nyitott vagy -e rá. Mert azért ez egy ilyen kicsit távolságtartó, hűvös a remetelapja. Nem nyílik meg őszintén a többi embernek, tehát itt azért mondtam, hogy nagyon őszintén magaddal is néz be, mert hát még ott van a holdlapja is. Tehát lehetnek ott olyan alapvető bizonytalanságok, amik akadályozhatják, hogy létrejöjjön egy párkapcsolat. A következő kártya az a munkának a lapja, és ez az érmék nyolcas. Az érmék nyolcas, ahogy látszik, itt konkrétan nagy munka folyik, ezeket az érméket csinálja ez a mester és hát nagyon-nagyon odafigyel rá. Látszik, hogy úgy nem is figyel a külvilágra, és hát ott vannak az eredmények, amit már, már megcsinált, amit már létrehozott. Hát ez a kártya azt is jelenti, hogy rutinszerűen folynak tovább a dolgok a munka területén, és az érmék nyolcasnak van még egy jelentése is, amikor valami újat elkezdünk, amikor már megtanultuk elméletbe, és gyakorlatba át kell ültetni. Ez lehet egy olyan is, amikor valamit megtanultál már, és most gyakorlatba is meg kell tenned az első lépéseket, és hát ilyenkor azért nagyon nagy odafigyelés szükséges, hogy azt ö, igazából jól tud csinálni, vagyis hát, hogy gyakorlatot kell szerezni. Azért még nyolcasban az is benne van, hogy valami újat elválasz, vagy egy újat elkezdesz tanulni. Ilyenkor mindig lényeges az, hogy nagy odafigyeléssel gyakorold. Tehát ne bizonytalanítson el azt, hogy neked még nincs gyakorlatod. Nehezített helyzetet is jelent ez valamilyen szempontból, mert ha új feladatot kapsz, teszem föl a munkahelyen, amiben nincs még gyakorlatod, lehet, hogy az sokkal több óra alatt csinálod meg, mint az, akinek már rutinja van benne. Tehát érezheted nehéznek ezt a helyzeted, de hát ugye minden kezdet nehéz, azt szokták mondani, vagyis, hogy minden kezdetnél ugye a tanulás időszaka van, és hogyha azon túl vagy, akkor, akkor meg egészen át tud változni ez a helyzet. Tehát gyakorolj, figyelj oda, ne bizonytalanítson el az, hogy még nem tökéletes esetleg, amit csinálsz, hanem bátran csináld és tapasztalj. És utána, amit már megtapasztaltál, az, az alapján már ugye megint tovább tudsz lépni. Tehát nem kell abba hagyni, nem kell bizonytalankodni, hanem csinálni. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy néz körül, hogy valamilyen továbbképzés vagy új tanfolyam, amihez kedved lenne, hogy azt, azt lehet, hogy érdemes elkezdeni. Inkább olyan, ami a mostani szakmádban lévő továbbképzés, inkább az a része, nem a teljesen újat jelenti ez a kártya, és hát ne félj! attól, hogy az bizonytalan az az út, meg hogy felvállal, de meg, meg tudom-e csinálni, itt megint csak a holdnak a bizonytalanságai jöhetnek be, hanem vágj bele, hogyha úgy adódik. Ha nincs munkád, akkor legyél türelmes, itt is benne lehet az, hogy valamilyen tanfolyamot, továbbképzést elvégez, vagy pedig hát olyan módon állsz hozzá, ugye, ahhoz, hogy munkát találj, ilyen türelemmel, odafigyeléssel, nem sietetni a dolgokat, és nem elkeseredni, hogyha nem azonnal jön össze ez a munka. És akkor az otthon család területe, illetve hát az egyéb emberi kapcsolatok, itt a Kejhek hármas lapja jött ki, ez a kártya azt jelenti, amikor ki tudsz kapcsolódni, amikor olyan emberekkel tudsz beszélgetni, időt tölteni, jól érezni magadat, akik fontosak a számodra, akikkel örömtelien tudsz együtt lenni. Gyakorlatilag figyelmeztetés is, hogy ne csak a munka legyen, ne csak a feladatok kössenek le, hanem a jó részét is használt ki a, az életnek. Mindennapi örömök legyenek meg az életedben. Tudj örülni a kis apróságoknak is. Hát hiszen a sok kis apróságból lesz aztán az egész élet, és hogyha a sok kis apróságnak nem tudunk örülni, akkor örömtelenül fog elmenni az élet. Ez ünneplést is jelent ez a kártya, ez ugye jelenthet ilyen konkrétan, hogy fölköszöntöd a a legjobb barátodat, vagy, vagy a, az ismerősödet, vagy családban van valamilyen kisebb ünnepség. Mindenképp azt jelzi a lap, hogy legyél nagyon könnyed, hálás, örömteli. Találd meg azokat az elfoglaltságokat, amikor otthon vagy, amikor a szabadidőd van, amiben igazából ki tudsz kapcsolódni. Ha emberi kapcsolatokat nézzük, akkor pedig foglalkozz a barátaiddal, vedd fel a kapcsolatot velük. Nagyon sokszor ugye előfordul, hogy elhanyagolunk embereket, kapcsolatokat, itt most tudatos legyen ez, hogy, hogy akivel már régóta nem beszéltél, akkor írsz neki egy e-mailt, vagy felhívott telefonon, mert erre is kell időt szánni. A kapcsolatokat ugyanúgy ápolni kell, ahogyan például egy kertet ez is lényeges lehet ennek a kártyának a kapcsán. Hát ez volt a, a nyilas csillagjegyűeknek az iránymutatása a hétre. Nagyon szép hetet kívánok nektek, és köszönöm szépen a figyelmet!